Sikeresen nyerte a város a területfejlesztési operatív program támogatásával forrásokat arra, hogy a szovjet néphadsereg utolsó, mementóul szolgáló építménye az egykori huszárlaktanya istállóépülete megújuljon. Tavaly nyáron már tudni lehetett, hamarosan megtelik élettel az egyetlen funkció nélkül maradt épület. Még Simegi polgármester úr idejében azokat az épületeket elkezdtük előkészíteni a megújításhoz, amelyekre akkor még nem volt forrásunk, aminek nem volt forrásunk a megépítésére. Tehát gyakorlatilag egy kicsit kipucoltuk és előkészítettük majd a valamikorra. És most eljött az a valamikor, sikeresen nyert a város a top pályázatokban, ez ugye az Európai Unió és a magyar kormány támogatásával nyitott pályázati forrásokra, nyertünk egy úgynevezett barnamezős beruházásra, játszóház és szabadidőpark kialakítására Tolna városában, ez a pontos címe, erre nyertünk majdnem 300 millió forintot. Nyilván megkezdődött a tervezés, és a közbeszerzési eljárás az első az sajnos eredménytelen volt, mert hogy annyival több volt a legalacsonyabb kivitelezői összeg is, hogy ezt nem tudta bevállalni az önkormányzat. Újra megpályáztattuk, és aztán igaz, hogy így is zsebbe kellett nyúlni, nem kicsit, de mégse 120 millió forintot kell hozzátennünk, hanem csak 75-öt, ami egyébként nyilván nagyon megterheli a város költségvetését, éppen ezért a Jövőnk Energiáját Térségfejlesztési Alapítványhoz is pályáztunk, illetve a kiíróhoz pályáztunk plusz támogatásra. Minden esetre mi úgy döntöttünk, hogy lesz, ami lesz, ez a plusz 75 millió forint jelen pillanatban rendelkezésre áll a város költségvetésébe, tehát nem okoz problémát ennek az ide delegálása. És ha van forrás, akkor megkezdődhetett a beruházás. Szerencsére az idő a kivitelezők mellé állt, így a tervezett ütemnél jóval előrébb tartanak az építők. Kihívás az maximális, volt lovassági laktanya épületéből csinálunk jelenleg játszóházat. Hál' Istennek az épület szerkezete mondhatni viszonylag jó állapotban volt, nagyobb deformálódások, illetőleg alakváltozások nem voltak tapasztalhatóak rajta. A teljes épületet, padlószintet, falakat, mindent kipucoltunk, lepucoltunk, és új belső padlórétegrendet alakítottunk ki, melyeket most is folyamatosan csinálnak bent a kollégáim, illetőleg a teljes tetőszerkezetet felújítjuk, átalakítjuk, illetőleg a megjelölt, plusz még azon felüli is nem megfelelő statikai állapotban lévő szarufákat, talgerendákat cseréljük. Jelenleg a tető héjazatának cseréje folyik, amit mögöttem látható éppen, illetőleg az épület belső oldalról fog kapni egy hőszigetelést. Ezeket jelenleg kollégáim csinálják, illetőleg a belső vakolásokat végezzük. A gépészeti villamos alapszerelések szintén folyamatban vannak, mondhatni viszonylag ütemtervezhez képest lényegesen jobban állunk az elvártnál. A tervező szeretné, hogyha a meglévő környezetbe illeszkedne ez az épület is, úgy, mint a többit mellette. Nyers homlokzatú tégla látható lenne rajta, illetőleg egy hagyományosabb formájú cserép, és gyönyörű szép tereprendezéssel körülötte, hátul egy kis gokártpályával, a gyerekeknek elő parkolóval, kávézóval, térköves kiülőkkel, zöld felületekkel és padokkal a szülők számára. Belül egy szerintem talán a környékben az egyik legnagyobb játszó várat fogja megkapni ez az épület, ami egy 300 négyzetméteres helységet szinte teljesen ki fog tölteni, a másik oldalán pedig egy szintén igen nagy helység lesz egy mondjuk szabad foglalkozás számára, kiszolgáló helységekkel, raktárakkal, kézmosókkal, WC-kkel, illetőleg egy szép kávézóval az elejében. Tolna az előző ciklusban több olyan beruházást is megvalósított, mely a családok és a gyerekek szórakozását, kényelmét vagy sportolását segítette. Ilyen volt az uszoda, a játszóterek vagy az Altalipa park a Duna partján. A játszóház ebbe a sorba a következő elem. Akkor, amikor ezek a területi operatív programos pályázatok megjelentek, akkor mindenképpen szerettem volna, hogy itt a laktanya területén most már teljes körül legyen az épületek rekonstrukciója. Mindamellett pedig egy olyan funkciót találjunk, ami vonzó az itt élők vagy a városba látogatók számára. Én azt gondolom, hogy egy játszóház az a 21. században már-már elengedhetlenek tűnik. Még az én gyerekkoromban elképzelhetetlen volt egy játszóház, nem is voltak akkor ilyenek.
és viszonylag kevés volt az akkora településeken, mint Tolna például, még a játszótér is, tehát inkább otthon oldották ezt meg, vagy a lakótelepeken egy-egy hintával, mérlekhintával, homokozóval. 20. század végén, 21. század elején más igények vannak, és azt gondolom, hogy a város vezetésnek, vagy a település vezetőjének mindig fel kell mérni az új igényeket, és azokat lehetőség szerint teljesíteni kell. És azt gondolom, hogy nagyon nagy igény van arra, hogy egy játszóház épüljön a térségbe, illetve arra van nagyon nagy igény, hogy a gyerekek játszóházba tudjanak menni. Ma már nem a cseresznyefára másznak a gyerekek, és az otthoni építkezésből megmaradt homokba homokoznak, hanem ma már modern, felszerelt játszóterekbe járnak, és akár több száz kilométert utaznak ahhoz a családok, vagy esetleg óvodaiskolai csoportok, hogy egy játszóház programon részt vegyenek. Én azt gondoltam, hogy miért ne lehetnénk mi az a cél, ahová látogatnak akár tolnaiak, akár a közel vagy a távoli településeken élők, és ebből akár haszna is lehet az önkormányzatnak. Itt nem feltétlenül anyagi haszonra gondolok, hozzáteszem, hanem arra a haszonra, amivel mi népszerűsíteni tudjuk ezt a települést. Nagyon fontos, hogy a gyerekeket itt tartsuk, a fiatalokat itt tartsuk, és esetleg vonzóvá tegyük mások számára is a településünket. A jelenlegi árás szerint az első névnapozós családi összejövetelnekre, vagy a gyerekek lefárasztását szolgáló hétvégére már a nyár folyamán sor kerülhet. Ha pedig jó híre megy a játszóháznak, vélhetően megélénkül a turistaforgalom is majd Tolnán.